Azt hiszem, életem talán legszebb 2 hete volt, akármilyen furcsán is hangzik, 15 és fél éves gimnazista lány szájából. Úgy csodálatos volt, és nagyon jó visszaemlékezni rá, illetve keserűség is van benne. Azt hiszem, hogy azért írtam le, hogy talán ne felejtsem el, hiszen már azért halványultak az emlékek 60 év alatt. Mintha elvarázsolták volna az egész nemzetet. Mindenkiben valami csodálatos várakozás volt és elszántság, főleg a fiatalságban. Igen, bizakodtunk. Még november 4-e után is egy kicsit bíztunk abban, hogy a világ majd segít nekünk, de mi mindig magunkra maradunk, most is úgy volt. Lelkesedtünk, mentünk, nem féltünk. Olyan tüntetésre is elmentünk, ahol várható volt, hogy esetleg elvisznek, vagy lövöldöznek, vagy valami rossz történik. Volt bennünk félelem is, de azért azt mind elfedte a lelkesedés, és az, hogy mi most hazánkért, és szeretnénk szabadok lenni a Rákosi terror után, ami egyébként még gyerekként is nagyon rossz volt átélni, megértettük, hogy miről van szó. Úgy robbant az egész, mint egy vulkán váratlanul. Tehát egy elfojtott tudat állapot volt ez. Visszafojtott, inkább így mondjam. A háború utáni nagy szegénységbe állandóan a hurrá optimizmust hallani, hogy hú, de jól élünk, és minden milyen nagyszerű. Itt a szabadság. Emlékszem, hogy akkor az operákat is magyarul énekelték. És hát tévé még nem volt, de a rádióban nagyon sokszor adták a Nabukkóból a szabadságkórust, úgyhogy azt úgy mindenki tudta magyarul. És az is úgy kibudjant belőlünk azon a napon, amikor orosz tankok és katonák vették körül a gimnáziumot. Ezt inkább úgy mondanám, hogy a fiatalok által kezdeményezett, az egyetemisták kezdeményezték Pesten, de ebben mindenki benne volt. Öreg, középkorú, mindenki. De hát minden forradalomban azért az ifjúság dominál. Októberi március, forradalom, feltámadt Petőfi. Pesten 2 napja tűzharc, felkelés. A tüntetéseket az egyetemi ifjúság kezdte. Munkások, katonák, polgárok csatlakoztak hozzájuk, akárcsak március 15-én. A nép fegyveresen követeli, hogy az oroszok vonuljanak ki. A tüntetők ellen oroszokat vezényeltek ki. Budapest körül van véve. Október 23-án egész éjjel hallottuk, ahogy a Népköztársaság úton vonultak az orosz tankok és autók. Itt Fehérváron forrong a lakosság. Tegnap és tegnap előtt is tüntetés volt. Tegnap közéjük lőttek. 8 halott. 2 rendőr és egy 17 éves fiatal lány is. Borzasztó.
szívdermesztő és szívdobogtató események. Azt mondják, 23-án Pesten 200 ezer ember tüntetett a parlament előtt nemzeti című zászlókkal, s kivágták belőle a kommunista címert. Az iskolában is izgalmas, feszült napok ezek. Ma délelőtt általános diáktüntetést hívtak össze. Az igazgató és a tanári kar mindent elkövet, hogy mi ne vegyünk részt semmiben. Iskolánk diákjai fekete szalagot hordanak a köpeny fehér gallérián a gyászjeléül. Sokaknak kokárdája is van. Ma délelőtt 10 óra tájban berohan szakács tanár úr, hogy mindenki azonnal az utcára. A tüntető munkások kívánsága volt, hogy a Leány gimnázium tanulói csatlakozzanak. Mi csatlakoztunk. Mindenütt megtapsoltak. A tömeg egyre nőtt. A Városháza térre vonultunk nagy lelkesedéssel. A kommunista címereket és a vörös csillagokat útközben mindenütt leszették, ledobták, a helyükben 48-as Kossuth címer és piros-fehér-zöld zászlók kerültek. Még aznap mi is levettük az osztály faláról a vörös zászlót. A városi tanács erkélyéről egyetemista fiúk beszéltek a néphez. Mi a barátok temploma előtt álltunk. A téren nagyon forró volt a hangulat. Többször elszavalták a nemzeti dalt és más hazafias verseket, és énekeltük a himnuszt meg a szózatot. Az egész tömeg énekelte a boldog asszonyanyánkat. Azt mondták, a püspök és a vele lakók sírva fakadtak a palota ablakában. A tömeg különféle jelszavakat és követeléseket hangoztatott. Leggyakrabban a refrénszerűen visszatérő Ruszkik haza hallatszott. Mondanom sem kell, hogy mi is telitorokból énekeltük és ordítottuk. A Városháza erkélyéről felolvasták a fehérvári dolgozók pontokba foglalt követeléseit, melyet a pártbizottság elé terjesztettek, és 6 óráig választ vártak rá. A leglelkesebben egy fehérvári egyetemista fiú beszélt, aki hazajött Budapestről szervezni. A hangulat egészen márciusi volt. Sőt, a nyomdát is emlegették, meg a szabad sajtót. Még az eső is elerett, úgy, mint 1848. március 15-én. De a tömeg nem oszlott szét. Egy idő után a megyei tanács elé vonultunk, s ott nagyjából ugyanazokat a követeléseket ismételték meg. Közben mi diákok nem egyszer hangosan kiabáltuk, hogy nem tanulunk oroszt. Az oroszokat látni sem lehetett. Állítólag visszavonultak a laktanyába. Mindenki örült és bizakodott. Délután azonban ismét elkeseredés lett újra az embereken. Orosz tankok sokasága vonult fel a főutcán és a Budai úton, és a város több pontján helyezkedtek el. Többek között a törvényszék előtt is megjelentek, amely egybe van építve a börtönnel, ahonnan a nép kiszabadította a politikai foglyokat. Nem nagyon bíztam az esti tüntetés szerencsés kimenetelében. Egész délután Kossuth címereket rajzoltam, hogy kitehessük a kabátunkra. Anyuciék nem nagyon akartak elengedni. Édesapa eljött velem az iskolába, a mi gyülekezőhelyünkre. Útközben azonban találkoztunk két gimnazista lányjal, akik azt mondták, hogy az igazgató úr és a tanárok hazaküldték őket azzal, hogy nem lesz csoportos tüntetés. Senki sem tudta, mire lehet számítani, mert nagyon sok ágyú csőmeredezett szerte a városban. Mindezek ellenére óriási tömeg gyűlt össze este 6-ig az elalakult kültéren. A hangulat még forróbb volt, mint délelőtt. Mi, édesapa, a húgom és én ott voltunk. A délelőtt előterjesztett pontokat mind elfogadták, beszédek hangoztak el a Nemzeti Tanács megalakításáról és más egyébről. Közben osztogatták a frissen nyomtatott Újfehérvár című újságot, amit elteszünk a történelmi események őrzőjeként.
délelőtti egyetemista ismét beszélt, és elmondta, hogy Pesten a rádió elfoglalásakor 10 egyetemista próbálta felolvasni az ifjúság követeléseit, és mind a 10-et agyonlőtték. Hajmeresztő hírek szállingóznak Pest felől. A harc egyáltalán nem lankad, az ellenállás nem csökken. A dolgozók sztrájkolnak, hogy a ruszkik menjenek ki. A MÁV-nál is, tehát nincs vonatközlekedés. A magyar nemzet történelmét írja. Ilyen nehéz és veszélyes időkben látszik meg igazán, hogy kiben mi lakik. Istenem, tekints a vérző országra! Könyörülj a magyarságon! Magyar szentek szüntelenül imádkozzanak értünk! Sok iskolában megszűnt a tanítás hétfőtől kezdve. Nálunk nem, és én még nem hiányoztam. Tanítás persze nincs, feleltetés vagy ehhez hasonló más, képtelenek vagyunk ilyen idegállapotban tanulni. Meglehetősen sok a hiányzó, főleg vidékiek, akiknek nincs most vonatjuk. A vasút teljesen leállt. Tegnap egész délután, ma egész délelőtt és délután más sem csináltam, csak Kossuth címereket rajzoltam. Az iskolában egy pár lánnyal közösen gyártottuk, mert az utcán minden ember örömmel fogadja, ha kitűzzük a galériára. Annyira örülök, hogy én is teszek valamit. S amíg sok ezer magyar hazafi ontja a vérét, én legalább ilyen csekélységgel, ha mással nincs is módomban, kimutathatom a hazafiságomat. A kórház véradásra szólítja fel a lakosságot, a pesti szabadságharcosok részére. A külföld gyógyszerekkel, kötszerekkel és vérrel segíti a magyarokat. Különösen a lengyelek. Az ENSZ most tárgyalja a magyarok ügyét. Minden ország szimpatizál velünk. Megmozdulások vannak az érdekünkben. A külföldi rádiók mindenről beszámolnak. A magyar hazudik, hallgat. Csak nem az egész Dunántúl a felkelők kezén van. A harc még nagyobb. A magyarok ereje és ellenállása egyre nő. Olasz újságírók szerint, akik szemtanúi voltak az eseményeknek, a magyarok a világ legbátrabb emberei. Büszke vagyok magyarságomra, és arra, hogy nemzetünk ismét megmutatta, hogy méltó a szabadságra és a jobb életre. Az emberek a hangulatuk rabjai. A hangulat óráról órára változik. Aszerint, hogy ki milyen híreket hall. Hol reménykeltő bizalom, hol kétségbeesett kilátástalanság. Egyik percben szent meggyőződésem, hogy a magyaroknak győzniük kell. Ha arra kell gondolnom, hogy menthetetlenül elvesztünk, mert a Szovjetunió bekebelezi ezt a maroknyi népet, őrült kétségbeesés vesz előtt rajtam. Zokogni tudnék, tombolni, ölni! Az ólomszürke égből kitartóan esik az eső. Még az időjárás is vigasztalan. Szomorú. A szabad Európát alig lehet fogni. Őrülten zavarják. Most mondja, magyar szabadságharcban 13-14 éves fiúk, lányok fegyverrel harcolnak. A zavarógép rákapcsol. Többet nem lehet hallani. Az iskolában megszűnt a tanítás. Azt mondták, csak akkor menjünk, ha értesítenek. Akkor is csak azért, mert a kollégiumot kórháznak rendezzük át, és elkél a segítőkéz. Diákrendfenntartó bizottságokat szerveztek a város felszólítására.
mert mindenütt az a vélemény, hogy a nép sokkal jobban hallgat a diákságra, mint a katonákra és a rendőrökre. Félek. Szinte magamnak sem merem bevallani, annyira rettegek az elkövetkezendő eseményektől. Most tudom csak igazán, hogy mi az, hogy béke. Most, ezekben a forradalmi időkben, békében élni és nem szörnyűséget szörnyűségre halmozva ölni egymást, ha még olyan béke is az, mint amiben az utóbbi 12 évben volt részünk. Van, aki azt mondja, az ostrom semmi volt ahhoz képest, ami most van Budapesten. És mi lesz még ezután? Repülőgépek zúgnak a levegőben. Nem is tudom, hogy foglaljam össze az elmúlt napok történetét. A politikai helyzet óráról órára változik, és a változásokat rögtön le kellett volna írni, hogy azokat sorrendben hitelesen lehessen követni. De nekem nem is ez a célom, hiszen ezeket az időket, amíg élek, nem felejtem el. Október 28-án mindenki úgy érezte, hogy győzött a forradalom. A kormány tagjai szóltak a néphez. A nép bízik bennük és Nagy Imrében. A Kossuth Rádió is bejelentette, hogy ezentúl teljesen a forradalom mellé áll. S a rádió, amely hazudott éjjel, hazudott nappal, most a Szabad Kossuth Rádió lett. Mindszenty József hercegprímást a forradalmárok kiszabadították, és ismét elfoglalta hivatalát, és ma szózatot intézett a magyarokhoz és a világ népeihez. Jó hírek érkeztek arról, hogy az oroszok kivonulnak. Megérintett a szabadság lehelete. Úgy éreztük, nem harcoltunk hiába, mert a forradalom győzött. A nagy örömre azonban ismét kétségbeesés és elkeseredés következett. Az oroszok újabb csapatokat küldtek hazánkba. Ezek a csapatok teljesen körbezárták Budapestet és sok nagyvárost. Útközben elfoglalták a vasútállomásokat. Fehérvár utcáin is rengeteg orosz autó és tank vonult fel csütörtök, péntek éjjel és egész nap. A kormány és Nagy Imre az egész nemzet nevében tiltakozott a szovjet csapatok hadmozdulatai ellen. Az ENSZ-ben ismét a magyar ügyeket tárgyalja a tanács. Ha most nem jutnak megnyugtató eredményre, akkor szinte le sem merem írni. Elvesztünk. Ezért is mondom, hogy ez a gyűlés krízis. Ha most az ENSZ elismeri Magyarországot semleges államnak, és kényszerítik a ruszkikat a kivonulásra, akkor nincs többé akadály. Akkor nem hiába haltak meg sok ezren. A forradalom hősi, szent és dicső. Gyönyörű verseket, igaz történeteket hallottam a rádióban a forradalomról. Megszólaltak írók, költők, akik szemtanúi és résztvevő is az eseményeknek. Istenem, engedd, hogy végre szabadok legyünk! Csak néhány szót, háború van. Éjjel 4-től ágyúztak, a fővárost is támadják, minket is. Biztosan minden várost. Nagy Imre beszélt a rádióban, hadi állapot. A fegyver nem szünetel. Elfoglalták a postát. Egy laktanyát szétlőttek az éjjel. Az óvóhelyre már levittük a holmikat. Könyörülő jóságos Isten, ne hagyj elveszni minket. Csak segítene rajtunk a világ. Szűzanya, ne hagyj el minket. Tegnap egész nap és egész éjjel lent voltunk az óvóhelyen. Levittünk egy díványt, a nyugágyat és a hokedlit. Pokrocba burkolozva ültünk vagy feküdtünk. Alig aludtam valamit. Rengeteget fáztam. Az óvóhelyen lent volt az egész ház. Éjjel 1 és 3 között hallgattuk a Szabad Európát.
közvetítették az ENSZ közgyűlését, ahol a magyar ügyeket tárgyalták. A közgyűlés úgy határozott, hogy bizottságot küld Magyarországra. Hogy mi lesz ezután, nem tudjuk. Kádár és társai átpártoltak az oroszokhoz, és ez az áruló banda alakít új kormányt. Fasiszta ellenforradalmároknak és csőcseléknek bélyegzik a szabadságharcosokat. A Kossuth Rádió ismét hazudik. Az oroszok röpcédulákat dobálnak tele hazugságokkal. Rémes terror. A világ nem segít rajtunk. Mégpedig sürgős segítség kellene, mert minden elvesztegetett nap óriási áldozat. Ki gondolta volna mindezeket 2 héttel ezelőtt? A tegnapi vasárnapot sosem felejtjük el. Este 6-tól reggel 6-ig kijárási tilalom van. Ma délelőtt édesapa bement a városba sort át kenyérért és tejért. Azután mi is bementünk Évával egy kicsit körülnézni. Az utcákon rengeteg ember van. Az idő szokatlanul enyhe. A városház téren törmelékek, ablaküvegek, a városházát agyorra lőtték. Rémes látványa, mint egy embernagyságú lyuk tátong a kapu fölött, ahol az igazság allegorikus szobra állott. A kapu összetörve, az ablakok üvege mindenütt kitörve. A környező házakban és a szemben lévő barátok templomában is. A tisztiklubot még jobban helyben hagyták. A Pollák csemege üzlet kirakata is be van lőve. A posta előtt egy nagy tank, az épületet fegyveres oroszok őrzik. A megyeházát nem láttam, de azt mondják, azt is ágyúzták. És az ember halál. És ezek még azt merik hazudni, hogy a barátaink is felszabadítani jöttek. Szegény, sokat szenvedett Magyarország. Hazugság, árulás, aljas rágalmak, sátáni cinizmus és orosz önkény. Ez uralkodik felettünk. Ez nyomja el az igaz szót. Ez az, ami gyilkol, pusztít és rombol. Erősebb, de csak fizikailag. Az erkölcsi győzelem a miénk, magyaroké. Tudja meg az egész világ. Petőfi lelke nem hal meg. Áruló kormány. Azt mondja, köszönet a szovjet segítségnek. A szovjet kormány hallani sem akar az ENSZ-ben a magyar ügy tárgyalásáról, mert az belügy. Hol vannak a magyar nép szép álmai? Semlegesség, független Magyarország, szabad választások. Eltemetve. Magyar szentek, könyörögjetek. Ne hagyjátok elveszni a hazánkat. Már csak nem egy hónapja 4 nap híján. A helyzet nagyon bizonytalan és szomorú. Az országos sztrájk tovább tart. A Kádár-féle bábkormánynak nincs tekintélye. Nagy Imre jugoszláv követségen van, és nem hajlandó Kádárral tárgyalni. Az ENSZ küldötteket nem engedték be. A fegyvert még mindig nem tették le. Az oroszok tömegesen deportálják az embereket. Aki csak teheti, a határon túlra menekül. Óriási az űrzavar. Bizonytalanság uralkodik az országban. Sokan 3. világháborút emlegetnek. Én annyira félek. Gyakran úgy érzem, mintha egy rém várna, és fenyegetne bennünket. És ez a rém a következő idők borzalmai. Reggel 9 óra körül. Talán utoljára írok e füzetbe. Mi jobb? Meghalni, megsebesülni vagy elhurcoltatni? Milyen sors vár ránk gimnazista lányokra? Nőkre, asszonyokra? Ma délelőtt 11-re néma tüntetést hívtak össze a fehérvári nők a bazilika mögötti ismeretlen katona sírjánál, hogy virágokkal és koszorúkkal adozzunk az elesett hősök emlékének. Vajon gyávaság lenne, ha nem mennék el a tüntetésre? A mi osztályunk a városi könyvtár előtt beszélte meg a találkozót 3:45-re. Csokrot is rendeltünk,
Nem tudom, hányan lesznek ott. Édesanyáik nem tiltották meg, hogy elmenjek. Bár azt érzem, hogy ezzel is tiltakoznak. Nem haltam meg, és semmi bajom nem történt. A tegnap előtti tüntetésen nem volt lövöldözés. Rengeteg ember, főleg nő gyűlt össze, hogy kegyelettel tegye le virágait és koszorúit az ismeretlen katona sírjára. A nagy fekvő kőszobrot és a föléje helyezett keresztet egészen beborította a sok virág. Édesanya még utána, ahogy én eljöttem, lement a térre, majd édesapa is csatlakozott, ott találkoztak. Soha sem felejtem el ezt a délelőttöt. A szűk teret, melyből két keskeny utca vezet ki, a bazilika mögött fekvő ismeretlen katona szobrát, az imádkozó és éneklő embereket. Úgy egyé kovácsolódott a város ezekben a kegyetlen időkben. Együtt nevetnek, sírnak, szenvednek és imádkoznak az emberek. Éjjelenként kommunista röpcédulák, feliratok jelennek meg a házak falain. Napközben lekaparják, keresztül húzzák őket az emberek. Pusztuljon a reakció. Alatta krétával, kádárral az élen. Ha nyugalmat akarsz, ne sztrájkolj. Valaki letörölte azt, hogy ne. És így egészen más lett a szövegértelme. Ezer és ezer ilyen apró jele van az ellenállásnak, és a harc nem lankad. Hiába tartóztatják le az embereket. Huszonnegyedikén elmentünk Évivel az éjféli misére, amit délután 4 órakor tartottak meg, annak ellenére, hogy 24-éről 25-ére virradó éjjel az egész ország területén felfüggesztették a kijárási tilalmat, az éjféli misék megtartása véget. Vallási és kulturális vonalon enged a kormány, de politikai téren egy tapottat sem. Reméljük nem sokáig. Ezt a szabadságvágyat nem lehet megölni. Úgy hozzátartozik a lélekhez, mint lélek a testhez. Elpusztíthatatlan és halhatatlan. Ha a forradalmat nem verik le, most nagyon boldog, szabad karácsonyunk lenne. Milyen furcsa leírni. 1957. Úgy megszoktuk már a jó öreg 56-ot. Hiszen annyi mindent hozott, ami nem egy évre, de egy életre is elég lenne. Mindjárt januárban földrengés, tavasszal jeges árvíz, és ősszel, októberben forradalom. 1956 elment. Elment a történelem lapjaira. Hogy fényesebben ragyogjon minden odalejegyzett évnél. Épp oly fényesen, mint 1848. Az elkeseredés nőttön nő. A lehető legrosszabb politika, amit csak választani lehet. Bosszút állni. Ez az egyedüli cél. Véres bosszút. Pedig itt minden újra kezdődik tavasszal. Szörnyű vérontás lesz akkor. Minél jobban közeledik a végzetes 15-e, a terror annál véresebb. Elvitték a magyar tanárunkat, akit úgy imádtunk. Mennyire gyűlölöm őket. Istenem, meddig hagyod ezt még? Családja van. 2 kicsi gyereke. Biztosan kínozzák. Szombaton este kiengedték a kedvenc tanárunkat. Úgy látszik, csak a 15-től féltek, pedig semmi nem történt. Kimondhatatlanul örülünk neki. Amikor hétfőn megtudtuk, Zsuzsival rohantunk a virágüzletbe, és majdnem bolondultunk a nagy boldogságtól. Ünnep van. Nekik. Az ő ünnepük.
kivonulás, cirkus, csinadratta, tanítási szünet. Hétfőn megyünk először. Rémes terror van. Sokszor már szinte nevetséges, hogy mennyire félnek. Már szinte feltűnés sem kelt, ha detektívek vannak az iskolában vagy a kollégiumban, és házkutatást rendeznek. Szólni, tenni nem lehet semmit, mert elviszik az illetőt, és talán soha nem látják többé. Mihály bácsit, az egyik nagybátyámat is elvitték. Anyuci unokatestvérét, Barna bácsit is elvitték. Luci néni férje meg ideggyógyintézetben van. Őt is el akarták vinni. Szóval csak a panasz meg a baj mindenütt. A tanári kart is szét akarják szórni. Erzsi nénit leváltották, nem igazgató helyettes többé. Fegyelmit indítottak ellene. Az ügyészségen most bocsátottak el két ügyészt. Egyénileg vizsgálják ki, hogy hogyan viselkedtek a forradalom alatt. Nagyon féltem édesapát. Istenem, egy évvel ezelőtt. Emlékszem, mintha ma lenne. Alig, hogy egy kicsit hinni mertünk, november 4-e mindennek véget vetett. Milyen gyönyörű és egyben szomorú napok voltak ezek. A sok-sok emlék, kötetekre való. Röpcédulák, a tüntetések, a lelkesedés, a rádióhallgatás szakadatlan. A remény és a csüggedés óránkénti hullámzása. Egyik végletből a másikba estünk. Bíztunk az ENSZ-ben és a nyugatban. Mindenütt szimpatizáltak velünk. De tenni senki nem tett értünk semmit. A magyar nép ismét magára maradt. Tegnap és ma nem mentem iskolába. Édesanyja beteg. Ilyen rosszul még nem volt az idegeivel. Rémesen hatott rá Zoli bácsi kivégzése. Ő édesanyja unokatestvére, nagyjából egykorúak. Gyermekkorukban együtt nyaralgattak, hol ennél, hol annál a családnál, a többi gyerekkel. Együtt nőttek fel, ahogy anyám mondja. Zoltán bácsit államellenes szervezkedéssel vádolták meg. Ellenforradalmár volt, abban a szabadság illúziójában eltöltött két hétben. Igazi hazafi. Ezért könyörtelenül halálra ítélték. Természetesen fellebbezett, az ügy mostanáig húzódott. De a legfelsőbb bíróság nem kegyelmezett. Kezén, lábán bilincsel, de felemelt fővel lépett a tárgyalóterembe, és szempillája sem rendben meg, amikor tudatták vele az ítéletet. Ennyit mondott. Ártatlan vagyok. Délben hazajövet az iskolából, anyámat szótlan sírásban találtam. Kérdeztem tőle, hogy csak nem Zoltán bácsiról hallott valamit. Erre összecsuklott a fotelba és elájult. Remegett egész testében. Nem tudott beszélni, csak a zsebére mutatott. Megtaláltam benne az egysoros levelet. Zoltán bácsit kedden reggel kivégzik. Június 16-án Nagy Imre és társai újra temetésén az ő nevét is felolvasták a hősi halott kivégzettek névsorában. És a 301-es parcellában gyönyörű díszsírhelye alatt pihen most. Hát az én 56-om körülbelül akkor ért véget, és életem lehetőségeinek nagy része is a 6. koporsóban fekszik. De azért meg vagyok elégedve az életemmel.